Thank mm -hmm. you. Live, pal. Sorry. Estét szorító nagy üdvözlök mindenkit, ez a szorító podcast live 115. adása. Én Bárt és, mint látjátok, most egyedül vagyok, és nincs a Doktor, mert a Doktor éppen meccsen van, és élvezi a meccsen lehető dolgokat. Bár nem tudom, mit lehet a magyar futballban élvezni, de biztos. Az a lényeg, hogy a Doktor jól érzi magát, és egy kicsit kikapcsol, ami mindig jó. És kicsit megkavartuk itt az adást mint amit leírtatok, vagy leírtam, hogy mi lesz benne, kicsit alakítottuk, megkavartuk a dolgokat. Fogunk persze foglalkozni egy kicsit az Ollittel is, és a WWE Draftnak az első körével is, de az alás nagy része nem erről fog szólni, hanem azt, hogy a Discordon a srácok már láthatták, fogunk, meg fogjuk csinálni azt, amit már hetek, hónapok, fél év óta ígérgetek nektek, mégpedig azt, hogy ugye melyik wwe is birkózóban mennyi van, mi a potenciál, mi a plafon, amit elérhet. Szóval ebben fogunk foglalkozni az adás nagyobb részében. Galovács úr csinált nekünk egy tök jó kis tier listet, amin minden egyes WWE birkózó rajta van. Az egész roster női, férfi birkózók egyaránt, 81 darab név szerepel a listán és kép, és rettentően nem vagyok elégedett avval, hogy homályos vagyok. Miért vagyok homályos? Most már jó. vagy nem. Nem tudom, majd kiderül. Kicsit lehet, vissza kéne rakni. Aha, most jobb. Na, szóval elve fogunk ma foglalkozni nagyobb részt. Persze bele fogunk menni egy kicsit a draftba is, bár inkább a draftot majd egészében fogjuk értékelni a doktorral. Igen, Daniel belefér a adásba. Most, ha fölteszed őket, akkor meg is válaszolom rettentő gyorsan mert ugye még várjuk a többieket, amíg mindenki ideérjen, addig meg is válaszolom, szóval bőven belefér az is, mert úgyis átterelődött a adásnak a második fele egy kicsit másra, és, és valószínűleg túl fogunk csúszni az egy órán, szóval nem hiszem, hogy ezt most itt végezni fogunk egy óra alatt, azért nyomaszol egyre a birkózon végig menni, még akkor is, hogyha a jobbereknél nem fogok komolyabb indoklást tenni, hanem tényleg csak elmondom, hogy jobber, vagy bármi ilyesmi, szóval a de azért bele fog férni minden, és reméljük, hogy mindenki nél lesz, és lesz gondolom vitás is, de hát, na, ez a lista az enyém, és én, ahogy gondolom, raktam össze, meg azt, amit egy virkózóról alapból gondolok, hogy mi szükséges, meg hogy szükséges. Galovác úrnak köszönhetően majd ti is kipróbálhatjátok a listát, mert ugye, ha megosszuk veletek, akkor mindenki elkészítheti a saját listáját, hogy hova rakna egy adott birkózót, és azt meg is lehet egyébként osztani már, mint a végeredményt a többiekkel, szóval majd mindenki kap házi feladatot a szorítótól, hogy tegye ezt meg, és ossza meg velünk, hogy ki hova rakna melyik birkózót, de erről majd fogunk beszélni akkor, amikor elkezdjük azt a szegmest. És emiatt pont nem is nagyon készültem komolyabb hírekkel, meg semmivel, ugye hát azt láttuk ugye, ahogy beharangoztuk nektek, vagyis hát inkább elmondtuk nektek, hogy ugye Wyatt nem fog megérkezni uh, ugye a heti Dynamite-on, meg a Rampage-en, mert ugye még mindig nem járt le. A No compete Klóza close és tényleg nem jelent meg a jó vajet, szóval ez egy fontos hír, amit itt az elején leszögeztünk, és gyakorlatilag igazunk is lett, minő meglepetés. Jó. Na, mit írtál, Daniel, mi az a kérdés? Az első kérdés szerinted így, hogy a Ró és a SmackDown is két start választott egy körbe, így lá lehet, lehet rá esély, hogy a Ró is két lesz. Nem hiszem, Daniel, szerintem most most inkább tök randomban foglalkoznak avval, hogy mi a draft, meg teljesen elfelejtették a múltkori koncepciót, meg minden, szó szóval szerintem. Meg egyrészt, ugye annyira kicsi lett a roster. Szóval tényleg 81 fő a fő roster, és még ugye veszünk az NXT-ből pár birkózót. Nagyon kevés. Szerintem a 90-es évek óta nem volt ilyen ö, szűkös a WWE roster -e, mint most. Elképesztő ö, belegondolni ebbe, hogy gyakorlatilag megint 100 birkózó alatt van két kompletthedi adásnak a a rosterre, ami nagyon durva. nagyon-nagyon szóval durva. nem is tudom tényleg mikor volt ilyen alacsony a létszám, de, de hogy évek, évtizedek óta szerintem biztos nem. Mm, szóval, ja, fogalmazzunk úgy. Szia Attila, örülök, hogy megérkeztél te is. Üdvözlök egyébként mindenkit itt a kis családias körben egyelőre, és van új lámpánk. Jó kis ikás lámpa. Bár a izzóval még nem vagyok teljesen megelégedve benne, ami benne van, mert az majd szépen lesz cserélve ugyanilyen vezérelhető izzóra, mint ami a többiben van. Szóval, de egyelőre megteszi, hogy azt a sarkot is e, élettel telítse meg, és ne csak egy fekete lukat lássatok a sarokba. És megvilágítja Elvis Baba sziluettjét, ami rettentő ijesztő. Aki nem tudja az Elvis Baba történetét, azt nézzen vissza pár korábbi szorító live-ot. Szerbusz Bence, én is örülök, hogy itt vagy. Második kérdés, te adnád a Monday Night smackdown és a Friday Night Road furcsa annyi idő után, hogy hétfőn van a b pénteken az A. Nekem teljesen jó, én ugye alapvetően mindig is a Smackdown szerettem jobban, amióta wrestlinget nézek. Szóval abszolút az elmúlt... 10, lassan 13-14 éve, ugye én mindig is a Smackdown szerettem jobban, szóval nekem abszolút nem baj az, hogy a Smackdown a B show, és az, vagy a az alsó, és az arra van a nagyobb fókusz fektetve, nem pedig a róra, engem abszolút nem zavar. Én teljesen nyugodt szívvel tudom viselni azt is, hogy, hogy a Monday Night Raw jelenleg a B show, és az a hely, ahol kísérletezünk. Az más kérdés, hogy a három óra még mindig kurva sok, de legalább sok fér bele a kísérletezésbe. Ez van, szóval hát ez egy ilyen, ilyen ilyen gyönyörű dolog, srácok, de hát na most e... Változnak az idők, változnak az igények, változnak a szerződő felek Most ez van, ezt kell megszokni, és, és valószínűleg ez még hosszabb távon így is marad Ameddig ez az élő szerződés megvan, addig biztos, hogy majd utána mi lesz, azt majd meglátjuk Az egy nagyon érdekes dolog, és arról fogunk a doktorral nektek egy videót csinálni, hogy mi lehet a wrestling jövője És mi lehet a, a tévé jövője ebben az egészben és, okay, és majd, majd az, az, az ott bővebben kifejtjük, az egy tényleg uh, igazi cucc. Bár vissza lehet tenni a régi hírnevével a rót? Persze, ha majd a ró fogja a nagyobb uh, nézettséget gerelni, akkor igen. Egy igazi férfi UFC-t néz, ahol igazi bunyók mennek kőkemény pénzért és világbajnoki címért. Nem hiába nincs egy pankrációs a ufc mert egy percet nem bírna. ha ringben nézetek real Bunyót. Wow! És mi van akkor, ha nem akarunk real Bunyót nézni? Mi van akkor, ha pont azt szeretjük, hogy van értelme annak, ami történik, van benne történetmesélés, van benne egy hosszanívelő sztori, amit elmesélnek a birkózók, és nem csak két agyatlan hústorony veri véresre egymást, mint valami barbár. Akkor mi van? Hmm? Mi van, ma mi ezt szeretjük? És ez neked miért baj? És különben elállok neked valamit, ugye a UFC-nek is a végeredménye el van döntve előre, hogy ki fog nyerni. Kevésbé érdekes? Szóval, na. Így van. Egyébként tök, tök jó, Ööö, hogy. Hogy Warcry tök jót ír egyébként, a real bunyó nekem uncsi, csak arról szól, hogy ki a jobb. Nekem ez kevés. Abszolút. A punkrecióban sokkal több van, mint egy real bunyóban. De ha te azt jobban élvezed, hogy ettől te férfinak érzed magad, és ez a, a maszkalinitásodhoz, meg mindenhez szükséged van arra, hogy te azt nézd, hogy mások véreseverik egymás fejét, akkor tedd azt, nekem nincs szükségem hozzá. Én attól így is ugyanúgy tisztel vagyok a férfiasságommal és a többi és nem érzem magam kevésbé férfinak, mert egy rettentő szórakoztató sztori alapú dolgot nézek, ami komplex, és olyan érzelmeket tud kiváltani emberekből, ami nagyon kevés dolog a világon. Így van, Balázs, én is. Milyen meglepő, hogy nem vagyunk igazi férfiak. Hát de ez van. És igen, Viktornak egyébként igaza van, hogy azért egy pár korábbi pankrától is egész jól szerepelt az MMA-ban, nem csak feltétlenül UFC-ben és oda is fordítva. És oda is fordítva is. Szóval ez egy áthárjátó biznisz, mind a kettő egyébként. Szóval ez van, srácok. Hát nem hittem volna, hogy ilyennel kezdjük a streamet, de hát, na, mindig, mindig történik valami jó, ilyen se volt. Mindig megpróbálnak, izé, így van IQ Fighter, eddig segnyalók voltatok, most már a férfiasságotokat is megkérdezik. Tök jó? Tök jó, srácok. UFC nézőnek lenni hatalmas péniszt, meg nekünk a birkórejongóknak lenni a nagyon aprócska. Így van. Kalóvácz <laughs> úr. A annyira azért nem. Sok mindenben nagyon hasonló, sok mindenben nagyon különböző. Na mindegy, ebbe nem menjünk bele. Na, miről beszéljünk akkor most egyelőre? Maradjunk még a draftnál, meg az egyéb dolgoknál. Hát sok meglepetés nem nagyon történt azon kívül, hogy Sárlottot sikerült átrakni, átpakolni, ahogy hívják ra, amit mindjárt elő is keresek nektek ö, a Discordról, mert benyomtam nektek délelőtt azt, hogy mi is az összefoglaló a draft. Nál, szóval át fogunk menni a draftom. Végig fogunk menni az első körön, meg az első pár körön, hogy mi történt, szóval fel lehet készíteni a tollakat, meg a ceruzákat. 13 percnél járunk, és elkezdünk beszélgetni. A ti, azért égett be Punk, mert ezt akarták bemutatni. Andrádi semmiről nem maradtál le, megpróbáltak belénkötni. Szóval, nem mindegy. Eee, jó, oké, szóval nézzük a draftot. Akkor az 1 per 1 es pick, ugye a SmackDown-tól, Roman Reigns marad e, a SmackDown minő meglepet és a Fox valószínűleg ragaszkodott a jelenlegi wrestling legnagyobb drójához és legnagyobb nevéhez. Nem tudok belekötni ebbe, abszolút teljesen jó helyen van. Ugye a WWE kicsit faramúcim választott ilyen szempontból, hogy Bigi e átkerül a második pickkel a SmackDown-ról, ami szerintem tök volt egyébként is tök, tök indokolatlan, hogy emért nem lehetett egyébként Bigit a, hogy hívják, hagyni, vagy, miért, nem, vagy miért kellett Bigit nagy direkt durral amikor mindenki tudta, hogy valószínűleg a WWE döb bajnokként a Ró ön fog maradni. Semmi extra. A harmadik pikkel a WWE döb egy kicsit azért megkavarta az állóvizet ilyen szempontból, mert viszont a Rónak a női bajnokát, Charlotte Flair-t átdraftolták a smackdown -ra. Nagyon-nagyon az az érzésem, srácok, hogy ebből az lesz, hogy majd szépen Charlotte vagy elveszti addig, mert ugye a draft szabályai szerint a Crown Jewel PPV utáni uh, Smackdownnal veszi kezdetét a dolog. Magyarul van még egy hónapunk a jelenlegi felállással, nagy valószínűséggel Charlotte gyönyörűen el fogja veszteni az övet addig valakinek. Vagy a frissen draftolt Biankának, vagy uh, Monster Puszt kap is, neki majd meglátjuk. Egyelőre még ugye, egy csomó névünk még nincs beizzítva, meg nincsen odarakva. Hm, Eszter a, a trollkodással meg az nem ment semmire. Azon kívül, hogy nem sikerül fölbaszni, meg kizökkenteni engem. Szóval Max azt fogod elérni, még pár ilyen hozzászólást teszel, hogy a moderátoraim ki dobnak, szóval semmi extra nem fog uh, ilyesmit csinálni. Galovács úr, kapsz izét, moderátor uh, jogot, azt itt nem tudok adni, csak ahogy hívják on. adok neked moderátor jogot. Szóval mostantól moderátor vagy Galovács úr, úgy is el. Jó, szóval ha nem trollkodik még, akkor dobd ki, nagyon szívesen. Jó, na menjünk tovább. Ö, negyedik pozíció, ugye Bianca átkerül a Megdarról a ö, Róra. Ugye az egy teljesen ö, logikus döntés. Azért ott egy kicsit kezdett ö, fura lenni a main event picture, bár mondjuk még így is fura az de hogy Ugye Bianca azért elég sok mindent megcsinált, azt amit szerintem lehetett, hogy lebírkozott kb. mindenkivel, ugye Bianca-val, meg, eh, Bekivel megvolt a feud, uh, eh, val megvolt a feud, így most átrakják a róra, ott azért most lehet vele próbálkozni, például megverhetik vele charlotte és akkor lehet vele futni, mint női bajnok, és a közönség egyébként szerette Biancát, és láttuk, hogy működik, szóval lehet folytatni Bianca main event pushát, és azt, hogy ő vele próbálkozunk ott. Teljesen jó pick ez is. Na ezzel a pickkel nem vagyok elégedett. A következő ugye a második kör első pickje az az ötödik kör ötödik pick egyben, ö, az pedig ugye a McIntyre pick, McIntyre megy a róról azt megdarra. Korai. Még mindig azt mondom, srácok, hogy korai. Egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy mi a fenét fogunk csinálni Drew McIntyre-rel a addig, ameddig kiürül Romannek a naptára arra, hogy kész legyen arra, hogy elkezdjük azt a sztorit elmesélni, ami Roman és Drew között van, ami gyakorlatilag a két top arcnak a, az egymásra a találása. Nem tudom, srácok, egyszerűen. Tényleg, szóval ez szerintem minimum a szezon bárha összejön a nagyobb név a mániára, akár rock, akár esetleg egy visszavágó színával, vagy még, még, azt mondom, hogy jelenleg a, a Rollins elleni meccs is nagyobb, mint a Drew elleni meccs, bocs, PC, de ez tényleg így van, szerintem. És, és mit csinálsz a SummerSlamig, még Drew megint el mert kb. ha tényleg a briteknél lesz a SummerSlam, Ugye, amit nem pletykálnak most, ugye, Cardiffban, ugye, a stadionban. Akkor azt mondom, arra tökéletes main event a Drew McIntyre-Roman uh, Reigns bajnoki címmeccs, még akár avval is, hogy Drew megnyeri az övet. Uh, csak ugye mit kezdesz, uh, ugye, vele addig? Szóval fél, fél évig, most majdnem egy évig mit csinálsz McIntyre-rel? Elképzelhető, hogy Bianca Rea meg a feud. Bence elképzelhető hosszabb távon, de... De majd meglátjuk, hogy, hogy, hogy mi lesz. Azért Real eléggé beraktuk a Tech Team divízióban jelenleg. Jó ötletnek tartom-e, hogy majd csak a következő pvv k után lépnek életbe az új draft Igazából szerintem ilyen szempontból tök mindegy. Most azt, hogy most három, három hetet kihúzunk még ebben, vagy nem, tök mindegy szerintem ilyen szempontból. Jó. Roman versus Drew 2023 VM meccs. Igen, én is úgy gondolom, Bence az lenne a legjobb megoldás, de hát úgy tűnik, hogy a WWE korábban akarja megcsinálni. Drew megveri Roman korábbi áldozatai, Cezáróval meg ilyenekkel tól face Jaj, IQ fighter borzasztó, face versus face mindig rossz, szóval nem megyünk előre. Tök jó vonal lenne az ír Démon film darról és a Skóta harcos megkintelő Igen, Vorkály csak ki a hila mert abban egyik sem az jelenleg. Fogalmazzunk úgy. Na, e, szóval abban nem vagyok elégedett ebben a pikkel. E, Drúd még ott hagytam volna a Rón esetleg még a main event körül is. Az RK marad a Ron, minő meglepetés, a Ró legnagyobb drója jelenleg, tényleg egyébként a számokat megnézitek, az RK marad a, a Ron. Oké, okay. viszont a New áthozzák a smackdown ami azt akarja szerintem a WWE-vel mutatni, hogy megpróbálják Bigit singles singlesben tényleg a New day külön tesztelni, hogy mennyire over és mennyire működik a New Day nélkül Bigi a main eventben. Jó, jó ötlet, csak nem akarok több New Day tudsz ott látni, mert azt már láttuk annyiszor, és, és nem nagyon látok benne olyan dolgot, ami, ami pluszt adhatna hozzá, és extra lehetne benne. Jó, következő pick, Edge megy Smackdownról a róra. Ez is egy kicsit faramúcipik. Szóval, hogy értem én, hogy egygel akarunk pozícionálni a Róm dolgokat. Csak egy meg mondjuk szerintem nyugodtan lehetett volna ugyanúgy free agent, mint, a bro mint Brock. Ugye Brockot is fogják dobálni adásról adásra, hogy éppen hol kell, meg kivel lehet majd értelmes fidot csinálni neki. Szóval egyszer is meg lehetett volna ugyanezt csinálni. Egyet sem korlátoztam volna be arra, hogy hogy, hogy mi lenne számára jó. A egyébként top face lehet, ha Hill lenne és működne az egy Hill karakter, a Rétiter Superstar, akkor simán el tudom képzelni azt egyébként, hogy megcsinálja Big Eat. És akkor egyébként az, az kiváló lenne, csak valószínűleg egy soha, és nem fog működni már fészként. Uh, Happy Corbin versus Handicap, uh, majd Handicap, Medcap Moss, de kb. inkább uh, Handicap fogalmazzunk úgy. Én nem is értem, hogy most hogy nem rúgták még ki. Ridik Mossban annyira nincsen semmi extra, hogy az van elképesztő, de majd az alás második felében fogunk foglalkozni. Mennyi esély van arra, hogy egy-dabi-dabi legyen? Szerintem MK elég sok. Szerintem nem az egyen en múlik, hogy akarja-e vagy nem. Azért én még mindig nem látok olyan sokat ígyben, de nagyon örülök neki, a tévednék. Viktor, lehet, hogy én tévedek vele kapcsolatban, de erről tényleg fogunk beszélni a második felében. Niki és Rea Ripley marad a Rón, ami egyébként abból is, abból a szempontból jó, hogy Reát mondjuk egyénileg lehet futtatni később a Rón, ami tök pozitív és tök jó, mert mondjuk például be lehet rakni Bianca ellen, ami egy kiváló feud és egy kiváló moneymaker automata, meg mondjuk akár kijön még a cuccok közül. Jó, akkor megvan az első nxt spikkünk. Ugye az NXT-ben nem akarunk semmi többet kezdeni a hitróval, ezért benyomjuk őket a megdalra. Ami mondjuk abból az egy, egy, dologból érdekes, ugye, hogy Scott ugye a North American Champion, szóval meglátjuk, hogy, hogy ott mi lesz az NXT-ben a North American championship -el. Én a hitróban olyan sokat egyébként nem látok. Kiszli marad a Rón, az tök jó, lehet vele próbálkozni a, a betegsége meg minden után. Semmi e, rossz nincs ebben. E, Naomi marad a Smackdownon. Naomi az, amit nem értek, hogy miért ennyire over a közönségnél, még úgy is, hogy soha bűnös életben e, nem volt igazán komoly szereplő, mármint úgy mini Venter e, potenciára rendelkező szereplője az adásnak lehet egy jó fész kihívó egy Hill bajnoknak. Nem a top draw, de egy mi az uborka szezonos PPV-n megeheti valaki. A misztériók mennek, a megdanról a róra, magyarul akkor a misztériós kísérletet a rom fogjuk megcsinálni, hogy ne fogyassza az a, a egyébként is rettentően kevés adásidőt, a megdanon. Teljesen rendben van. Szerintem Dominik továbbra sincsen kész az egyéni futásra, de meg fogjuk látni. Hardy jön a róról a Smegdarra. Hárdiban sok potenciált én most már nem látok, meg határt, de erről tényleg fogunk beszélni az adás második felében. Arra jó lehet hogy egyébként, hogy egy random uborkaszazonos ppv ppv Roman megegye. Lásd TL szín, vagy bármi ilyesmi, amit írtatok egyébként délután is. És a negyedik kör utolsó pikjével austin hogy fölkerül az nxt a Róra. Austinban van sok, bár még mindig nagyon kölyök feje van, de ő még nagyon fiatal, ő azt hiszem 24, vagy mennyi, nem is emlékszem. Ö... Igen, ő 24 éves, szóval ő nagyon fiatal, benne van potenciál, meglátjuk, hogy mit fog kezdeni vele. Warcry, eddig sem voltam tényleg Hard de most nézzétek meg azt, hogy mit művelt a, a Triple Threat meccsben. Szuper lassú és szuper fárasztó nézni. Jó, a kiegészítő draftpikkek tozava maradt a Rón, tök mindegy. Alája megjön az NXT-ből a smackdown az is elég tök mindegy. Alpha Academy a a Róra, ott is jól el lesznek a Tech Team divízióban, semmi extra. Apollo és Commander az megy a smackdown a Róra, valószínűleg az Apollo kísérletből ennyi volt, próbálkozunk vele a Rón, köszönjük szépen. Uh, Drew Dup, Ró maradt a Rón, majd valószínűleg Piperra is próbálkozunk a, új éppen újjállakuló rónői divíziójában. Maverick maradt a rón, nem is tudtam, hogy Maverick a van. Egyébként már mindörék. Gulák a e, Róról a került, jobberek is kellnek, szegény Drew. Morrison éppen marad a róna a Róról, semmi extra az a sem, Morrisonról is fogunk beszélni majd az adás második felében. Monszúr ugye a Raw-ról Vagy nem, először mész kerül A Raw-ról a smackdown -ra, Az a szétszedjük a Retribution maradékát Különböző Helyekre, ami mondjuk egyébként Nem baj Mert legalább Diákovicsból megpróbálhatjuk kihozni a potenciált, ami benne van Monszúr meg Mustafali együtt mentek át a smackdown Majd megehetik Őket az alap ppv n az úszók Tök jó Nája marad a Rón, bár ugye most ugye állítólag hosszabb távra ki van esve, szóval az most nem számít. Truss marad a Rón, meg Reggie is marad a Rón, szóval kapjuk továbbra is a 24 per 7-es skiteket, ami tök jó. Uh, még nem volt a Dynamite-ról, majd ezután fogunk beszélni. Tibár ugye marad a Rón, azért mondom, hogy Diákovicsot megpróbáljuk használni a Rón valószínűleg egyéniben, nem egy rossz ötlet, Diákovicsban van potenciál rendesen. Tony Storm marad a hát mondjuk a jó Tonyt én átraktam volna a -ra, hát ha több idő jut rá, mert azért itt a sztárokkal teletűzdelt Smackdan női divízióban nem vagyok benne biztos, hogy Tonynak lesz ideje kibontakozni. Uh, ugye itt van, és akkor maradt, ugye végül Zelina volt az utolsó kiegészítő pick, aki jön a róla. Zelina se fog sok vizet zavar. Igen, Ádám, uh, a Miz éppen Dancing with the Stars-ban szerepel, meg mellé az amerikai változatának, a szerencsekeréknek fog még szerepelni. Szóval Miz jelenleg ezzel van elfoglalva, majd utána valamikor jön vissza. És akkor egyelőre ezek a ahogy hívják, az első körös draft pikkek, vagy az első napos draft pikkek, annyira nagyon megbotránkozó pick nem nagyon volt, meg mellé ugye Brock Lesnar bejelentette azt, hogy ő free agent lesz, ami egyébként a legjobb döntés, amit lehet, mert ugye Brockot úgy lehet használni, ahol éppen szükség van egy kis sztárerőre, erőre, ha akarjuk, belobjuk a SmackDown main eventbe, ha akarjuk, belobjuk a smackdown az upper mid vagy éppen a Raw main eventjébe. Szóval teljesen. Kett, miz a legalulértékeltebb értékeltebb birkózat a WWE-ben jelenleg? miz egy zseniálisan király birkózó? És lesz jó promóttól? Igen, kifejezetten jó. lának van kedve birkózni, meg dolgozni. Ami nagyon jó. Abszolút látszik, hogy lesznának van kedve dolgozni roman ellen. Nézzétek meg, hogy szellingelt Roman ellen a szegmensben. Kiváló. Bár lehet-e egy opció egy Bigi Brock meccs? Abszolút, benne van a pakliban. Ö, azt mondjuk nem tudom elképzelni, hogy azonnal a Romanes meccs után, mert Brock mondjuk két komoly filot azért csak nem fog elveszteni egymás után. De egyébként de el tudom képzelni egyébként, hogy tavaszra vagy jövő évre nyáron megcsinálják egyébként. És a román szegmens is jó volt, igen, egyébként teljesen tökéletesen jó volt az, amit csináltak. A fiú elején vagyunk, nem kell ennél többet csinálni. Tankönyvi volt az egész, srácok. Lesz már tökéletesen működik, babyface. Egyébként. Mert agresszív, mert hozza azt, amit kell. Meg mert jól néz ki. Hibátlan volt az egész. A Smackdown egy nagyon jó adás volt ilyen szempontból. Azért nem lennék újdonsült bajnok közvetlenül egy olyan Survivor Series előtt, ahol Roman a bajnok. Hát igen, azt enyhén szóval meg fogják enni, Viktor. Bárki szerint lesz lesznál ezzel a karakterrel, és részt, hogy erősebbnek tűnjön ezzel a karakterrel. Szemigával a fan az fog történni, hogy Roman-nek le fog feküdni Brock. Nem tudom, hogy milyen lesz a meccs, mert nem látok előre a jövőbe én se, De én azt szeretném látni tovább is, hogy egy 50-50 meccsen Roman megveri Brockot Vagy kapunk valami Dusty finish-t az araboknál, és akkor megyünk tovább vele. Azért a Survivor series sem sem néznek egyébként rosszul az, hogy egy Brock-Roman visszavágót kapunk. Szóval simán el tudom képzelni azt is. Én annyira adom a farmer Lesnar-t, hogy az hihetetlen már csak egy Johnny Cash bevonuló kéne neki, és 10 per 10 per bedesz. Igen, igen, lesz egyébként tök jó. Én is egyébként imádom ezt. A kis viking friszkóval, meg a izéval. Én imádom. Nagyon jó. Az új Lestner-t imádom. Abszolút. Ott eldőlt Bigi jövője, nem már, mint a Brock ellen. E, valószínűleg egyébként igen. Szóval, hogy bár a sok mindentől függ, hogy Brocknak lenne egyébként kedve, birkózni Bigivel, ha van, akkor azért eléggé jól beárazná Bigit, hogy föl tudja nőni ilyen szintre, vagy nem. Alájában se, fé... se fészként, se hilként nem lát semmit. Majd fogunk róla beszélni, de egyébként nem. Bár lehet, hogy róla pont nem, mert őt szerintem nem raktuk bele Galovácsúr, ugye? Szóval ő, 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 én abszolút nem látok semmit, szóval... Eh. Megvettem Koton Ágyót, <laughs> de... <gül> Lesz ná, rentre, az Nagyon jó. Igen, Balázs, lesz nálam most a Rón, és a Smackdown is lehet bármikor. Így van. Igen, Tamás, az is. Az, az Edge Rollins szegmens zseniálisan király volt. Rollins működik Edge ellen, de nagyon, és imádom. Szóval fantasztikusan király volt. Rollins király. Nem baj, Galovács úr, nem baj, nem nem rontottad el, nem kell. Most, most Austin Theory van benne, meg a hitró, hát most... Nem, nem, vesztünk velük sokat, fogalmazzunk úgy. A Biggie Goldbergben lehet potenciál. Annyi, mint a többi Goldberg meccsben. Szóval, hogy pár, 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 száz, pár száz ezer nézőt hoz. Annyi lesz, annyi a potenciál abban a meccsben, mint a Goldberg leslőben. Egy midcard attrakció meccs, amivel adunk pár jegyet, pár sóra, meg hozunk pár száz nézőt. Szóval nem, nem kell ezekbe a több, többet belegondolni mint uh, amit látunk. Ebből is látszik, hogy egy teljesen más szín, mint uh, plusz a Igen, MK, ebből is látszik. I és ebből látszik a legjobban az, hogy a birkózás az egy két fős műfaj. Lehetsz bármilyen jó egyéniben, meg lehetsz bármilyen jó, uh, hogy hívják ugye egyéni előadóként, ha az ellenfeled nincs azon a szinten, mint te, akkor azért nehéz kitűnni. És ez például egy kifejezetten jó ismert vagy egy kiváló birkózónak, hogyha föl tudja emelni a kevésbé jó birkózót is. Hát nem a saját szintjére, de egy szinttel fejből, egy szinttel fejből, mert most mit tudítok. Szóval egy szintel fejjebb. Ha Lester mind a két brenden lehet, esélyt látsz a Big Eat leverje és bajnok legyen, hisz akkor gondolom már nem lenne szabad Smackdown-on Rón is lennie. Nem látok arra esélyt, hogy Lesnarból bajnokot csináljunk. Ezt már kifejtettem jó pár szor, hogy jelenleg azért az Olelit eléggé komolyan nyomul. Plusz mellé tényleg az is van, hogy megváltozott a tévének a lenszképe, meg az egész biznisz az elmúlt három évben, amit a lesz két évben, amit a Lesnar utoljára bajnok volt. Nagyon-nagyon más a helyzet. Most már szerintem az még a Bénsón sem fér bele, srácok, hogy olyan bajnok legyen, aki heteket nincs ott az adásom. Szóval. És mellé, amit Keti egyébként, hogy Lesznárnak nem kellő. A Lesznár elleni meccs az jelenleg bármilyen fieldban, bármilyen kombinációban attrakció, ö, és ö, abszolút bárhová el tudod rakni a kárdon, és bárhol beütetsz seggeket a székbe. Nem, Balázs, még nem kezdtük el, még a draftnál járunk. Í, szóval még egyelőre még nem. Menjünk át egyelőre, nem akarok sokat beszélni a Dynamite-ról, meg a rampage csak pár mondatot, amit le is írtam a Discordra. Szóval, valami nagyon berezonál, amikor beszélek, de hogy mi azt nem tudom. A adásba is lehet hallani, vagy csak én hallom a fülembe, srácok. Nem tudom mi az. Lehet, hogy az új tablettartó. Na mindegy. Szóval full jó minden. Oké, okay, Kat, köszi. Szóval annyit akartam mondani a Dynamite-ról, meg a Rampage-ről, hogy ugye sokan felosztáltuk azt, hogy egy kicsit lassabb adás volt, meg más volt, meg nem volt olyan pörgős, meg nem szólt olyan nagyot, mint a, az előző hetiek. Szerintem viszont teljesen jó volt, Ez le is írtam nektek a Discordra, hogy ez a, ez a két adás most a Rampage meg a Dynamite két dologról szólt. Az egyik az, hogy Brody el Lee előtt tisztelektünk, ezért szerepelt sok gyengébb kaliberű birkózó az adás sokon, akár a Rampage-en, akár ahogy hívjákon is a Dynamite-on, mert tényleg egy ilyen tisztelgölást csináltunk avval, hogy Brodynak az, az ólétes frakciója, ugye a, gyakorlatilag a Dark Order kapott egy kis spotlightot, és ugye elvitték a sót, és egyébként ez egy nagyon jó gesztus volt Tony Kánéktól, mert ebben is azt mutatják, hogy igen, mi törődünk a birkózóinkkal, igen, nekünk fontosak a birkózóink, még akkor is, hogyha elvesztettünk valakit, akkor is euh, jobban euh, érdekel minket, hogy mi van vele még ha el is vesztettük őt. Ez egy nagyon fontos üzenet, és ebben is tényleg tovább erősítik azt, amiről beszéltünk nektek már sokszor, akár a podcastben, akár a vacspartinál, hogy az Olit megteremt egy olyan mm, munkai környezetet, egy olyan munkai kultúrát, amivel ugye el lehet adni a free agent birkózóknak ezt. Balázs nem volt meglepő, hogy nem jött, mert még a szerződése miatt nem jöhet. És Kett, így van, Brodinak nem volt esély kiteljesedni az all -ben. így van. Mondjuk én abban nem, lát, nem láttam benne soha a main event potenciált, de, de nem láttuk neki szerintem a plafonját, abszolút. És én is sajnálom, hogy nem, nem láthattuk a plafonját. Oh, moment. Most orfúlyás uh, orfújás következik. A másik pedig, ami... Uh, ami a másik, uh, amit ki akartam emelni nektek, az, hogy ez a, ez a Dynamite és ez az Olejt, ez arról szólt, hogy végre az Olejt megmutatta a saját nevelési talentjait is a fókuszban. Kaptunk egy zseniális MGF Darby Ellen szegmest, ami konkrétan Pure Money és konkrétan libabőrös voltam. Ahogy MGF elküldi ugyanúgy bulli módjára az anyjába Darbyt, mint ahogy mindenki mást, Darbyról meg lepörög. Mert ugye Darbynak meg pont ez a karaktere, hogy, hogy ne, nem tudsz megsérteni, én halott vagyok belül. Tök jó egyébként, nagyon, nagyon jól működik. Iszajat jó volt a szegmens. Mindenkinek ajánlom, aki nem nézte meg, hogy ezt, ezt nézzétek meg. Tényleg, ha más nem néztek meg a Dynamite-ról, akkor az MGF, ö, ö, hogy hívják szegmens, nézzétek meg. Akkor kaptunk egy Adam Cole ö, Jungle Boy meccset. Egy nagyon jó opener volt, amiben Adam Cole ledolgozta a seggét, hogy szuper jól nézzen ki ö, Jungle Boy és Jungle Boy Jack Perry egy fucking megasztára születőben, srácok. Figyeljetek rá, mert tényleg az. Ha rápakolnak még egy pár kiló ezek eznek a srácok a határ csillagoség. Iszaját jól néz ki, tud beszélni, van karizmája, rettentően jó a ringben, és egy fucking megasztár születőben. Zseniális, abszolút. És ugye az utolsó fókusz pedig ugye Sammy Gevera volt, aki megnyerte a, a TNT bajnoki címet az eddig legyőzhetetlennek hit Miró ellen, és, és megmutatták szeminek a teljesen az erősségeit, szerintem abszolút nem korai, hogy ő mit kárdövet kapjon, és, és abszolút zseniálisan király volt, srácok. Nagyon, nagyon imádtam az egész dynamite megint. Kevés hülyeség volt rajta. Jó, persze volt filler, de azt megbeszéltük, hogy az a Dark Order miatt miért volt filler. Egy nagyon jól összerakott adás volt, és az elejétől a végére tendő szórakoztató volt. És ez a négy srác, itt felsoroltam, Darby Allin, MJF, Jungle Boy és Sammy Gavarra. mind a 20-as évei közepén vagy a második felében járnak srácok. Ezek a jövő az óleitnél, és nagyon jó mindegyik. És, és tényleg megéri rá figyelni, mert ezek a srácok beérnek, Uh, akkor nagyon jó hívók lesznek. Ó, oh, István, igen, az egy kicsit erős volt. Arne Anderson közölte, hogy ő, uh, mivel Kodi nem hallgat rá, ezért szét akarja locsantani a fejét a Glockjával. What the fuck, Arne? Nem 1988 van? Ilyet már nem mondunk a tévében. Fú, de rossz volt. Igen, Viktor, abszolút, hogy meg fogják kapni a nagy, nagy, pénzt, és szerintem nagy szerepet is fognak kapni. Igen, Galovászul, abszolút, abszolút, megfordult a világ, hogy hogy izé, hogy imádtam az egészet. Mi lesz szerinted ezután Miró, hogy bukta a TNT övet? Szerintem Mirót is el kell egy fokkal, egy, fője, egy picit följebb, el kell kezdeni följebb Mondjuk, ha mondjuk Brian megnyeri az övet omega akkor mondjuk a Brian, uh, Brian Miró cucc az nem lenne rossz, mondjuk, szerintem tavasszal. Na és akkor beszéljünk még egy kicsit még a rampage ről abról egy valamit akarok kiemelni, hogy Brian Danielson egy fucking zseni, srácok. Konkrétan értelmes, élvezhető és jó meccset birkózott Nick Jacksonnal. Nem, nem tudok mit mondani, srácok! Nem tudom, nem tudom, mit, mit, nem tudok rá mit mondani. Szóval elképesztő, hogy Brian ennyire király, is, és az, hogy Brian-t ennyire tisztelik, ahogy hívják, a, még a Bákszor srácok is. Az valami fantasztikus. Szóval Brian fantasztikusan király. Igen István, azt kívánja a sorry, sorry csak azért hangman nem egy Brian Danielson. Szóval amikor van egy Brian Danielson oda ö, a, a rosteren, akkor Brian Danielsonra rárakod az övet. Szóval én abszolút, ez, én ezt tartanám inkább reálisnak, meg ezt tartanám a cég szempontjából is jobbnak. Még akkor is, hogyha Hangman is az egyik uh, kiváló tehetsége és építő blokja lehet a jövő olalitjének, de jelenleg azt mondom, hogy Brian jobb választás. Sok szempontból. Marketingből, nézettség, stb. 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 Kérdés, hogy melyik cégtől jön majd a nagy pénz? Ez egy jó kérdés, Viktor. A WWE döb helyen vinném őket bármi áron, az más kérdés, hogy valószínűleg nem mennének. Igen, ez lesz, ez a legnagyobb baj. Hogy valószínűleg akármennyi pénzt leraknak, a WWE a nagy részük nem menne. Főleg az, hogy tényleg gondoljatok bele, hogy MGF-et is visszautasították párszor, szóval el tudom képzelni a WWE akármilyen ajánlatot lenne le, egy csomójukat nem tudja nem tudná megszerezni. Főleg a mostani kultúrával. Azt rábeszéltek, hogy kaszinó Leather meccsen tér vissza Hangman, itt, itt, lenne az ideje annak is, bár ugye tényleg most, hogy Brian, egy kicsit me Brian megjött szerintem egy kicsit így, így, így vissza. Uh visszamegy a másik irányba. Technikailag rendben vannak a Jackson kökök, agyban vannak furcsaságok. Igen, Kett, ez a legnagyobb baj! Továbbra is, ez a legnagyobb baj, hogy agyban van probléma. Vagy miről lesz az a Hill Midcarder, aki ez mehetnek a fiatalok debütáló meccset nyomni, hogy óverebb legyen a közönségnél, Miróban így is rengeteg potenciál van. Attila, az is teljesen jó szerep. Szóval az is egy nagyon-nagyon fontos szerep, amiről most beszélsz. Amúgy adja magát a sztori, Kenny nem adta meg a visszaegat, így Brian megszerzi másként teljesen, teljesen el tudom képzelni. És egyébként szerintem nagyon abba az irányba megyünk, hogy ebből az lesz, hogy Brian Danielson, Kenny meg a fullgéren. Darby valahogy nem tudom elképzelni WWE-ben. Hát azért egy WWE mini ternek meg az Indi gyakorlatilag egyik top jár a tekintély. Igen, Daniel, jár, csak azért a Jackson fiúk nem arról híresek, hogy ők nagyon szeretik a tekintélyt megmutatni, és hogy hívják olni. Jó, volt-e még valami az ólaidtel, amiről nem beszéltem, és úgy gondolnátok, hogy legyen valavéle róla véleményem, vagy fontos-e megjegyezni? Mert szerintem mindent elmondtam. Jó, akkor most lenémítelök titeket, hogy ne kapjatok agyfaszt, amíg kifújom az orromat. Na, akkor. Mekkora szorú lenne, hogy Miró levá, levarná a penolópét, és azután fúgy be a kezdenek ilyen. Nem akarok ilyen sztorit, Warcry. Abszolút nem akarok ilyen sztorit. Borzalmas lenne, nem akarok. Jó, srácok, akkor szerintem mehetünk tovább, ha nem nincs semmi, akkor én váltok a picture and picture üzemmódba, öh, és akkor megkap. Na, mindjárt megoldjuk a problémát, csak itt a, a... Hogy hívják itt? Akadékoskodott egy kicsit. Fogalmazzunk úgy. Voice meter output. Nem tudom, hogy miért nem volt jó. Uh -huh. Voice -meter output. Most jó. Érdekes. Na, <coughs> ez úgy is ki akartam rakni külön videóba is, mert sokan kérdeztétek. Igen, annyira erősen kifújtam az orromat, hogy konkrétan elment a hang, srácok. Szóval, de hát ez már csak ilyen. Na mindegy. Szóval most már jó lesz, akkor reméljük, hogy minden jó. Na, akkor kezdjük előről. Szóval ez itt a lista, amit Galovács úr rakott nekünk össze. A szabályok a következő. Az összes WWE birkózó jelenleg, aki a fő rossz terem van a draft előtti állapotban vagyunk, itt van a listán 81 darab birkózó, és mindenkiben a potenciált fogjuk értékelni. Nem a múltbeli potenciált, nem azt, hogy éppen hol van a kárdon, hanem azt, hogy hova kerül ne, ha kihozná magából mindent, és kihozná magából a teljes potenciáját, szóval elérni a plafont teljesen. Legábbis abból, amit én látok. Valakinél lesz indoklás, valakinél nem lesz. Szerintem lesz egy pár, akinél nem lesz ö, ö, gond, hogy miért nincs indoklás, mert fogjátok érezni, hogy miért nem kell. A szintek, ugye a következők, van a main event szupersztárunk, a legnagyobb sztárok, aki tényleg, aki a, a, az igazán nagyon-nagyon nagy nevek. Van a main event, az ugye az abszolút lista teteje, ugye, aki tényleg képes bármikor mentelni egy PPV-t, nem riadsz vissza, ha oda kell rakni, működik. A permit Nagyon jó mindenben a birkózó, kiváló minden tekintetben, de valami hiányzik ahhoz, hogy elérje azt, hogy ő állandóan main legyen, inkább az upper midcardon néha-néha egy main event futással van benne. Ugye ott a midcard kártya közepe, US és Intercontinental bajnoki címmeccsek, stb. ilyesmik. Néha meg eh, eszi a, hogy hívják, a main eventer. Low card, eh, alacsonyabb fidok, tech team divízió, stb. Nem kell magyarázni. Jobber, akiben nincs annyi, hogy elérjen a low A Fired az meg az, akire abszolút azt gondolom, hogy semmi keresni valója egy wwe ringben, mert még a jobberhez sincs elég potenciálja. Jó, érdekes sorrendben vannak a képek, de úgy fogunk haladni, hogy itt vannak. Az első nevünk a jó Seamus. Seamus öreg. De kiváló. Én azt mondom, hogy Seamus az, aki az Upper Mid cardba kerül. Ő bármikor képes neked kiváló meccset hozni a kártya bármelyik pontján lehozza az este egyik legjobb meccsét, ha akarod, és szerintem Seamusnek tökéletes helyen van az éppen Nem vagyok benne biztos, hogy van még benne annyi kraft, hogy meg lenne a állandó main event. Azért a, a az upper a Szóval, hogy egy-egy hogy, hogy futásra még oké, okay, de nem, nem állandóan. Következő Kiváló birkózunk, ugye, az az almighty Bobby Lashley. Hát, Bobby bebizonyította, hogy benne nincs több a midcardnál. Egyszerűen, Bobby mindenben kiváló, srácok. Erről beszéltünk már nektek rengeteg az elmúlt pár hétben. Bobby mindenben kiváló, csak egyszerűen nincs meg benne az a plusz, ami kell ahhoz, hogy ő main event ter legyen. Mert egyszerűen nem nem érdekli, nem vonzza be a közönséget uh, pluszba. Egyszerűen nem nem. Nincs meg benne sajnos. pedig kiválóan dolgozik, mindent jól csinál, egyszerűen tudjátok van a terben az a az a plusz, amit nem tudsz megmagyarázni, amit ugye a gyönyörű elcsépelt szóval x faktornak hívnak vagy az angol meg ittnek. Uh, Bobby van nincs meg az az itt. Naomi Naomi. Naomi egy jó kérdés. Benne én nem látok semmit az atletikusságán kívül. Uh, Rettendően a közönségnél nem tudom miért. Én nálam a lókárnál nincs, nincsen tovább. Egyszerűen Naomi. Nem jönnek ott van a lókárdom. Jó. Következő. AJ fucking Styles. Ezt magyaráznom kell? Hogy AJ Styles miért egy fucking main eventer? bármikor bárkivel lebírkózza neked az este legjobb meccsét, kiváló promóval, kiváló történetmesélő, kiváló in-ring olyan karizmával, hogy süt, kiváló main event Bármikor, bármelyik PPV-n, bárhol berakhatod a main nem fog csalódást okozni neked AJ Styles. Lexa. Lexa. Lex Lexa az első fogós, akire azt mondom, hogy nem tudom, Egyből megmondani, hogy igen, Galovác úr, ha AJ fiatalabb lenne, akkor a legfelső. Ha AJ tíz évvel fiatalabb, akkor a legfelső tér. Ez nem is kérdés. AJ, AJ az elmúlt 15 év második, harmadik legjobb birkózója a szína mögött. Abszolút. Lexa fogós, mert a sérülések miatt nem tudom, hogy mi van még benne. E Viszont ugye, ugyanúgy, ha kell, lebírkoznak az este egyik legjobb meccsét, kiváló éring, kiváló sziológia, kiváló karizma. Én azt mondom, hogy Lexa is egy mini-venter. És szerintem ott a helye egyébként a mini eventben. Mert egyébként a... láttuk, hogy tud a hátán vinni egy komplett női divíziót. Szóval megvan benne a potenciál, az a kérdőjel, hogy a sérülés megvan-e. Megszavazom neki a, a bizalmat arra, hogy megvan, hogy ő, ő meni legyen. Manszúr! Manszúr egy jobber, <laughs> és nincs is benne több, srácok. Nem rúgnám ki, mert egyébként hasznos, ha valakit megver, de benne én nem látok többet. Abszolút egy full átlagos birkózó. én abszolút, abszolút, nem, nem látom azt, hogy, 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 benne több lenne egy jobbernél. Garza! Garza ugyanez a kategória. Garza annyival, na jó, Gárza egy, egy fokkal följebb mehet. Gárzában ugye annyival több a potenciál, hogy ő tud promózni. Mansur meg nem. Szóval, hogy, hogy ő, 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 ő legalább azt meg tudja csinálni, de, de a lókárnál neki sincs szerintem potenciálban többie. Alap Gánán ő az, aki fixen veri az ellenfélét. Így van. <gül> <gül> így van. Apollo. Apollo mit -er. Sajnos Apollo nem tudom följebb rakni, srácok. Még az új gimikkel sem. Birkózó... Birkózóként jó. Csak nincs benne semmi extra. Ő, ő, tényleg az a srác, aki le fogja birkózni az egész életét a mitkádban, és majd egyszer valamikor tíz év múlva kap egy, kap egy futást. Egyedül is, és úgy, hogy az íz mellette van, úgy is. Nem tudom, vitatkoztok velem, ami mondjuk meglepő. El, elszállt a, a stream, vagy csak ennyire nem ö, gondoljátok, hogy. Hogy... Ja, nem mondjátok, hogy nem látszik a fejem rendesen. De, de igen, kb. szóval ez, 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 Apollo ez. Aska, Aska, egy mini venter. Kiváló in kiváló történetmesélés. A PromoSkill az e, de a közönség imádja vitte a női divíziót a hátán bekiterhességi bejelentése után, ö és abszolút azt gondolom, hogy ászkának ott a helye, és ászkára is bármikor rábízhatsz bármelyik női évet, és, és kész. Warcry, abszolút Seamus rak, főjebb raknám, ha, ő is fiatalabb lenne öt évvel. És nem lenne a Gerinc csatorna szűkülete. Abszolút. Galovác segíts ki, ő, ki, a következő? Az Austin akar lenni? Austin teóri? Mert ennyire, annyira pici az a kép, én nem tudom elmondani. Szerintem Leslie és Apollo nincs egy színen, Apollo mit kárt, akkor Leslie, Apollo mit kérde. Gábor, elhiszem. Igen, igen. Jó, Apolóban semmit nem látok, ha nincs az új karakter repül. Viktor, azért mit kárt? Mert egy jó birkózó, akire bárkit. Akkor ez Austin? Valaki válaszoljon, mert akinek jobb a szemem, mint nekem, mert öreg vagyok. Lehet, menj tovább, megnézem. Oké. Okay. Jó, Commander Aziz. Yeah. Oh, no. No. Fired. <laughs> Commander az izzban semmi nincs, srácok. Azon kívül, hogy nagy darab. Semmi. Beszélni nem tud, birkózni nem tud. Mozogni azt úgy, ahogy tud, de az se annyira azon kívül, hogy hét láb fölött van e. Nincs rá szükség. Nekem. Nem, nem tudok olyan érvet mondani, amit az aziz mellett megtartanék. Warcry, okay, oké, de akkor nem birkózóként használjuk, hanem abszolút csak izéként. Most, mint birkózóról beszélünk. Jó. Austin Teori. Szerbusz Balázs, vagyok, hogy megérkeztél. Austin. Austinban én a potenciált egyelőre ide rakom. Upper Midcard. Egyedül a gyerek feje az, ami nálam nagyon visszatart. Ja, a kinézete, az millió dollár. A ringben egész vállalató, a VLS promói egész vállalató voltak, szóval én azt mondom, hogy Austin egyébként van benne potenciál. Szóval meglátjuk, hogy ki hozza e. Egyelőre azt mondom, hogy upper mid card, de, de lehet, hogy ez előre megszavazott bizalom. Nem tudom. Becky Lynch. Becky a következő. Beki a main Ez szupersztár. Egyszerűen kész. Előadóként is, mindenként is. Ö... Szóval Éringben rettentően kiváló veterán, karaktermunkában kb. bárkit megver a rossz teren, nagyon egyben van. A biankás meccse, amit leművelt Beki, ahogy hívják, az év egyik női meccse, ha nem a női, ha nem az év női meccse, Bianca, uh, beki egy fucking main event superstar. és az egyik draw a cégnél, és neki ez a plafonnyal, szóval ennél följebb már nem tudom hova lehetne menni. <laughs> Bianca. Biancában a potenciál szerintem a main event szint, uh, egész kezd egybeállni a karakter a fő is, atletikusságban nem lehet panasz, zöldnek még mindig picit zöld, meg néha látjuk még csimpit, meg azt, hogy meg van illetődve egy kicsit a nagyobb közönségnől, de amit Bekivel lebirkóztak, abszolút megmutatta, hogy neki mi a potenciája, uh, beklincsel az, az egész meccs, ami most volt tényleg, az top -notch volt, Bianca abszolút main potenciára rendelkezik, csak ki kell szakadnia bele, belőle hosszabb távon. E! Big E. Big E mini Big E is, egy mini venter potenciája rendelkezik. Ha a pali saját magát adja, annél nincs nála szórakoztatóbb ember a rossz teren. teljesen egyben van a kinézete, kiváló. Meglátjuk azt, hogy föl tud ennőni a potenciához. Most ugye abszolút a szabályok, ugye az volt, hogy a potenciáról beszélünk, meg a hátralévő potenciáról a veterán a És Big e ben a határa csillagos ég, azt nem mondom, hogy main event mert az, az kevesekbe van meg, de, de, abszolút. Abszolút. nek ott a helye a main eventben mert egy olyan birkózó, aki képes rá, az ha kijön belőle. Ha nem, ha Biggie-ből nem jön ki, akkor Aper Mitkád és a, a Mitkád határvonalán van, ha nem jön ki. Brock lesz már. Brockot magyaráznom kell. Brock, ha jobban bírja a dalállót, és nem kettő évet bír ki 2002 és 2004 között. És nem csak part timerben van, 2012 óta Brock minden idők egyik legjobb birkózó ellenes srácok. Brock mindenben, ami a birkózoláshoz kell kiváló. Kiváló az inringje, kiválóan szellingje, van aurája, van karizmája. Most látjuk, hogy ö, promózni is tud, és ö, Mellé ugye nagyon sokszor kijön az, hogy Brocknak zseniális agya van a bizniszhez. Szóval, hogy mellé még a bizniszhez is ért. És nézzétek meg a Seth rollins hogy hívják ott, hogy set mit besél Brockról. É, igen, Warcry, és Brocknál azt számít a legjobban, hogy van a kedve birkózni. Ha van kedve birkózni, akkor a világ legjobb birkózója. Most jelenleg. Ez Carmella? Carmella Lókárder. Eh, lehet, hogy jobber inkább. Legyen low carder. Jobber az más kategória inkább. Szóval eh, Carmella... Karmellában egyszerűen birkózóként nincs több a low carnál. Valetként eh, kiváló, szóval valetként itt lenne az upper beat kártként, csak ugye nem a valetekről beszélünk, hanem birkózóként beszélünk róla. Eh, fogalmazzunk úgy, hogy birkozóként én nem tartom karmelát sokra, és nagyon sokszor fője volt pozícionálva, mint azt szerintem kellett volna. Szóval abszolút nem az. Cedric Alexander. Cedric egy jobber. <laughs> nincs benne semmi potenciál, srácok. Aki jár ki, akár, mint mond. Cedric Alexanderben semmi nincs, és azt is kihozta. Szóval nála az a tech team futás uh, Sheltonnal abszolút az volt a maximum. Szóval nála, 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 nincs följebb semmi. Nincs följebb semmi. Na most lesz a buli, így van a Mert Cezáro a következő, Cezáro mit kárt? Cezáro a fekete ló, aki húzza neked az igát egész nap, lebirkózza az est egyik legjobb meccsét, uh, ez bárkit legyen szó, fészről, hírről, bárkiről, és leszengel, leszillengeli neked a csillagokat is, euh, és euh, de nincs benne semmi több. És azt gyönyörűen láttuk a Roman ellenes cuccban, meg a szetes ellenes cuccban. Szóval abszolút nincs benne több. Cezáró egy mitkárdel srácok, és mindig is az marad. De ilyen emberekre szükség van, mert nagyon fontos pozíció ez, és az egyik legalulértékeltebb pozíció a birkózásban egy jó deré. Charlotte. Charlotte. Na, most charlotte bajba vagyok, hogy mini event berakjam, vagy a main event szupersztárba. charlotte az egyik legjobb női birkózónak tartom a világon. Top 3. nem tudom eldönteni, hogy Charlotte tisztán main vagy main event Superstar azért eléggé hajlok felé inkább, hogy a Charlotte a main event szuperszár. Egyszerűen azon a szinten van, mint Szina, vagy tényleg, amit írtatok, Máté is írt nekünk a Discordon, hogy, hogy mint Hunter. Charlotte az, akire építesz egy divíziót. Ö igen, inkább azt mondom, Green, hogy abszolút az, hogy, hogy Charlotte jelenleg egy full stabil main -er, de, de valahogy az elmúlt, ha a potenciáról beszélünk, akkor abszolút main event superstar. az elmúlt év alapján csak, egy, csak idézőjelben egy main eventer. Csak. Happy Corbin, Happy Corbin, Happy Corbin, egy mid és ugyanaz, mint Cezáro. Kiváló, iparos, lebírkoz a neked, meg nem azt mondom, hogy az est legjobb meccsét, de az egy olyan szempontjából legjobb meccsét, hogy tényleg az éppen feltörekvő babyface millió dollárnak fog kinézni tőle, bármikor tud hitet generálni, és tökéletes helyen van a mitkárdom. Adjam meg Corbinnak a, per permitkárdot? Eh. Az a baj, ezt nem látom benne a úr. Benne nem látom az upper mid nem látom azt, hogy bármikor lenne main event futása. És az upper kell a main event futás. Szóval nál abszolút nem látom. Happy Corbinnál nem látom abszolút. Niki. Niki Lókárder. Niki egy Lókárder. Eh, inkább Jobber. Inkább Jobber Niki. Mm, imádom Nikit, mert tényleg egy kiváló birkózónő, de semmi extra nincs meg benne aznál, hogy ő az legyen, akit megver a, a Main Event 5 percben. Még akkor is a debi, másképp gondolja. Jó. Menjünk tovább. Priszt. Priszt Uh, Priestel az a legnagyobb baj, srácok, hogy 38 éves. Nagyon későn kezdte el a bizniszt. Ha ő 5 évvel fiatalabb, 8 évvel fiatalabb, akkor megkapja a main Venter uh, cuccot. Így csak az upper mid tudom Priestet rakni, mert egyszerűen uh, minden rendben van. Az inring nagyon jó, a karakter kiváló, az Isten császára gimik nagyon jó. A hangja olyan, hogy neki jön a legjobb hangja az egész rossz ellen. Promózni is tud. Ö, mindent jól csinál a Priest, csak egyszerűen, srácok, tényleg, ö, ö, tényleg, hogy hívják? Most nézd meg, hogy ott van Apollo, meg Leslie, meg Cezáro, és mellé Kormint. Galavácz úr, kellett volna egy ló mitkárd is. <laughs> csak már hülyéjét volna ki. De egyébként igen. Szóval a, a mitkárdal ez a baj, hogy se, ugye a piramisnak az a legszélesebb dolga, ugye? Mert minimenterből van kevesed, meg jobberből van kevesed, de a midcard ugye egy széles, szóval nem is egy piramis van, hanem egy rombusz. Gyakorlatilag a birkózásnak nem egy piramisa van, hanem egy rombusza. És itt tényleg belefér az, hogy Leslie, Apollo, Cezáro, meg Corbin egy listán van. Szóval, ja, sajnos ez ilyen. Na, hol tartottunk? Priszt. Igen, Priszttel az a baj, hogy túl későn el. Ha ő 9 évvel fiatalabb, vagy 5 évvel fiatalabb, akkor simán méni lenne. Dana Brook. Dana, Dana Ló Jobber. Ezt szerintem nem, 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 kell magyarázni, hogy Dana miért, miért Jobber. Semmiben nem kiemelkedő. Dominik Mysterio. Dominikben nem látok semmit a lókárnál. Följebb, maximum egy hosszantartó tag team birkózó, egyéniben én nem látom azt, amit mondjuk a WWE lát, egyelőre szuper uh, csimpi, meg szuper minden. Szóval én abszolút nem látom benne azt, ami ahhoz kéne, hogy följebb kerüljön a lókárnál. Ziggler. Ziggler hosszabb távon. Patrik, csinálhatunk majd inkább egy off-topikos, uh, hogy hívják be. Live-ban csinálhatunk Forma 1 is. Lókárd, Ziggler Lókárder. Uh, szóval, hát Ziglerben Zigglerben semmi nincs már. Semmi kedve nincs itt lenni, bele van szürkülve, tizenik éve nem tudta megújítani a karakterét, ugyanazt a Shawn Michaels vanapi Zoll látjuk, mint 2010-2011-12-ben. Semmi nincs benne a lókárnál följebb, csak azért nakom jobbernek, vagy kirúgásra ítélendőnek, mert egyszerűen a lókárna még tökéletes rúddal, mint a team. Jó, menjünk tovább. Majd ezt úgy is fogjátok még benni, vagyis hát meg fogom még bánni, hogy ide raktam, de hát soha. Ez az én, eh, hogy hívják a... Jó. Piper. Piper egy mitkárd birkózó. Följebb nincs potenciál, lejjebb. Ez meg Ő, jó egyébként. Ad... Piper lehet egy tök jó attrakció a mitkárdom. Mármint a női mitkárdom. Uh, egy, uh, fogalmazzunk úgy, hogy egy jobb uh, naja <laughs> Fogalmazzunk úgy. Drew Drúméni uh, Venter. Ezt kicsit ellentmondásos lesz, de Drúban most abszolút kezd, uh, kezdem elveszteni egy kicsit Drúban a hitem. Olyan szempontból, hogy belőle lehet Mini Venter superstar, és nem pedig csak egy kiváló Mini Venter. Ami egyébként egy nagyon nagy dolog, és tök jó. Csak, csak valahogy nem érzem azt, hogy, hogy Drew hosszabb távon over tud maradni a közönségnél. Szóval valahogy az a bajom pont drew hogy, hogy az látszik, hogy a közönség is ráunt, és nem látom egyelőre, hogy meg tudna újulni Drew. Szóval az, és a méni event is egy elképesztő elismerés szerintem bármelyik birkózónak, de azt nem látom benne, hogy main event szupersztár legyen. Szóval azt, azt, jelenleg nem. Elias. Elias nálam egy midcarder. Kiváló kinézet, kiváló promóképesség, az in kicsit basic, de pont az, ami kell. Ő is fészként és hírként is el tudja adni magát és bármikor óveré tud tenni bármilyen birkózót, legyen az szó babyface-ről, vagy hírről, egy tökéletes midcard eleje lesz. Bármikor rábízom bármelyik midcard övet, nem is értem, hogy a miért nem használja. Kiválóan néz ki, jobban néz ki, mint a rossz -tár nagy része, stb. Neki szerintem ott a helye. Iva, Iva, Ivának valahol itt van a helye. Szóval a haf... <laughs> Ivának jelenleg valahol itt van a helye. Tudj. Iva nálam kuka. Beszélni sem tud uh, igazán jól. Birkózni egyáltalán nem tud. Lana óta szerintem a legnagyobb antitalentuma az egész biznisznek. Én még már embert nem láttam ilyen borzasztóan birkózni, mint ívát. Uh, Finn. Finn. Finn a Japper Sajnálom, mert minden megvan Balornak ahhoz, hogy ő főjebb legyen. Kiváló karakter. A Prince az egy zseniális karakter és fantasztikus. Az egyik legjobb in-ring birkózó, a legjobb sellinggel és atletikussággal, és más, minden mással. Finn két dolog miatt nem ménimenter nálam. Egyrészt az, hogy 40 éves. Lassan. Ha jól emlékszem, ugye Finn 40 éves. Másrészt az, hogy szuperpici. Szóval a Finn mondjuk lenne... Finnről beszéltünk már ilyen szempontból sokat. Hogyha Finn széles lenne hátból, mint Peck, vagy mint Brian, vagy tömzsib lenne, akkor meg lenne benne az, hogy följön menjen minimentre. Meg az, hogyha ő akkor lenne igazán jó, ha mi az? Ha underdogot tudnak kiválóan birkózni. Csak Finn nem birkózik jól underdogot. Finn akkor van elemében, hogyha parami, par, pariban van a meccs, vagy éppen ő dominál. És az ő méretével pedig underdogot kellene jól birkózni. Azt meg sajnos nem csinálja jól. 43, akkor Finn, Finn főleg még idősebb, szóval Finn 43 éves. Még ívás sem lehet beleengedni a tengerbe fülni, mert így is túl sok műanyag a vízben. Igen, az is. 40 éves megnézted, az. Direkt, nem mondtam direkt, véletlenül kicsúszott. Balázs, Balor nem méni Pont a méretei miatt Balor nem méni Igen, Bart híz törpe. Pontosan, sajnos Balor pici. Nézzétek csak meg Roman ellen. Egyszerűen túl pici az. Géből, Géből Lókárder. Imádom Gébölt, de semmi extra nincs benne. Tech Team divízióban tökéletes. A low card meg kb. az závált. Ugye a Tech Team divízió lett legalább a low card. Metallic. Metallic kuka. Nem volt hajlandó megtanulni angolul. Még mindig. Gram Metallic kuka. És nem is értem, hogy miért nem rúgtuk még ki. A vikingeket nem tudom megkülönböztetni, de ők is carderek. Nem hiszem, hogy egyéniben lenne bennük annyi. Tech Divízió, meg ugye a lókárd. Arra tökéletesen eee, lenne. Igen, Viktor csak Andrália van, van, van potenciál legalább. Umberto Cario, ugyanaz a kategória. Ugyanaz a kategória. Semmi extra, in ringben sem jó, mikrofonnal sem jó, karizmája nincs. Fölösleges föntartani a rossz teren. Naja. Naja nagyon beatárolja magát az, hogy, hogy, hogy nem látom azt, hogy ő most rendbe jönne. Balázs, attól még, hogy övet nyer valaki, nem lesz Méni Venter. Szóval koffit nem fogod a mini Venter listán látni. Misztériót sem fogod az a mini Venter szinten látni. Nem attól lesz valaki mini venter, hogy övet nyer. Valaki attól lesz mini -er, amit ugye az előbb elmondtam, hogy stabilan bármelyik PPV rábízod egy mini event meccs lebirkózását, és avval el is adod a jegyeket. Mellé a birkózás minden aspektusában kiváló. Akár in ringben, akár karizmában, akár beszédben, bármelyik aspektusát kiemelem a biznisznek, és megvannak hozzá a fizikai adottságai is. Hogy, euh, hogy ő kiváló legyen. Nem fogom kirúgni náját, mert egyébként nája is az attrakció ilyen szempontból, euh, és nája nálam továbbra is lókárder. Mert egyébként, ha összeszedi magát, akkor láttuk, hogy nájában megvan ez a potenciális. Szóval, amit Lexával birkóztak, meg elmeséltek történetet, az alapján simán Nájának itt lenne a potenciálja. Csak nem látom azt, hogy ő most képes lenne lefogyni és összeszedni magát fizikailag arra, hogy itt legyen. Ezért Nája ide kerül. Nem, Galovász nem rugom ki Jeffet, csak lerakom a lókádra. Jeff Hardy Akár Jeff Hardy az, aki 10-15 évvel ezelőtt, ennyi még nem, de most már lassan tartunk, a 13 évvel ezelőtt itt lett volna. Merch-selling machine, karizmatikus, éringben kiváló, promóban elmegy, attól még, hogy nekem egy vakfoltra megy, attól még elismerem, hogy 10-15 évvel ezelőtt Jeff Hardy egy main inventor, potenciális menümenter lett volna. Jelenleg a jelenlegi fizikai állapota szerint, ő benne nincsen több jelenleg a tech team divízióban lévő birkózásnál, mert egyszerűen szuper lassú. Igen, az a leg, 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 eh, leg, dur, leg, fogalmazunk úgy, hogy az a leg, legpozitívabb dolog jeff hogy él. Igen. Viktor, szerintem a lista alapja nem az, szerintem a -card, az a birkó, egy birkó szervezet mindig az erős eh, Erős mitkárd. Ha, ha erős a mitkárdod és jó a mitkárdod, akkor jó a terméked. És azért szerint én inkább a mitkárdon szeretem a, az embereket használni. Úszó egy. Úszó. Ez nem tudom melyik úszó a kettő közül, de. Eee... Bennük sem látom az egyéni futást, egyikben sem. Eee... Jimmy az, oké, okay. Jó, igazából tök mindegy ilyen szempontból. Nálam az úszók, és mind a két úszó megy a lókárda. Tektim birkózónknak tök jók, attól, hogy románen mellett ott vannak a Bloodline-ban följebb, nem fognak kerülni a kárdon potenciáljuk nincsen több. A tech team divízióban viszont abszolút egyeduralkodók és az egyik legjobb tech teamja a WWE-nek az elmúlt tíz évben, ami egyébként nem egy szitokszó és nem egy lebecslendő dolog, csak egyszerűen a tech team birkózás a WWE-ben jelenleg a low van. Ezért mind a két úszó megy a low cardra. Jinder Mahal, Jinder egy fucking jobber. <laughs> Jinder egy fucking jobber, srácok. Szóval, egyszerűen nincs benne több. Soha nem is volt. Szóval nem, nem tudom följebb rakni a Jobber cuccnál. akár akármennyire birkóz, volt, lehetett WWE bajnok, akármennyire lehetett drúval uh, Drew Ginderben soha nem volt több annál, hogy ő Jobber legyen. Egy nagyon erős, nagyon jó bukkal, mint ami Leslinek volt. Föl lehetett volna rakni a mitkádra, mint US bajnok, de nem a main eventben, mint amit csináltad a WWE az indai terjeszkedésnél. Jinder egy Jobber. És uh, az is marad. lejjebb raknád Blaze. Eh? De kell valakit, amikor meg... mert Jobbernek jó, mert jól néz ki, valaki megveri. Mert azért a fizikai adottságai megvannak hozzá. Morrison, Morrison Lowcard. Morrison Lóklárd. Abszolút nem látom Morrisonban, hogy, hogy lenne benne több. Egyszerűen karakterben a drip cuccon kívül semmit nem lépett előre ahhoz képest, amit 2010-ben látunk, mert ugyanazt a Parker cucc nyomja, mint, mint 10 évvel ezelőtt. Beszélni nem tudott megtanulni jobban, kivéve amikor a drip tripet nyomja, de hát a drip drippel drip nem leszel följebb, följebb. Tech viszont tök jól lehet használni. Balázs, attól még, hogy születése a Marisonnak, attól még ott marad. Nem ettől. Omos. Omos. fired. Én nem látom azt a nagymértékű fejlődést, amit emlegetnek omosnál. Ugyanúgy ö, nem látom, hogy jól tudna sellingelni. A ringben még mindig ö, szuper darabos és szuper. Ö, hogy hívják, ö, rossz és csimpé. Well, abszolút. Uh, well, na. No. Owens. Kevin Owens egy upper mid -carder. Owens el az a bajom, hogy fejben soha nem tudott egyben maradni. Ha Kevin Owens fejben együtt, egyben marad, akkor egy fucking main Venter, és rábízom bármelyik eh, PPV mm, a címmeccset. És az a baj, hogy meg mellé a fizikuma. Szóval, hogy Owens nem hajlandó elmenni az edzőterembe legalább egy picit, és úgy néz ki, mint egy ö, kamion, ö, sofőr, ö, Azon kívül semmi pozitívot nem tudok elmondani a fizikámára. Owens jelenleg Alpermit Kárdel imádom, egyébként, mint birkózó, kiváló az éringben, hídként és fészként is. A talkja szerintem az egész mezőnyből a legjobb ö, csak egyszerűen tényleg fejben nem tudott soha együtt maradni, és nem látom, hogy igen, meg ugye eléggé kifelé áll a rúdja most a WWE-ből. Kisli. Kisli ugyanez a kategória. Üh, nem látom azt, hogy több lenne benne az Upper nem látom benne a Main Event potenciált, és nem szeretem azt, hogy nagy emberként, nem hajlandó nagy emberként birkózni, hanem nagy emberként cruiser vétet birkózik, ami nálam azért nem annyira potenciálos. De egyébként abban meg Meg promóban ő rettentő gyenge És nem vagyok benne biztos, hogy ő képes fejlődnie Mert szuper modoros és szuper Fura De jelenleg az Upper midcard látom a tetejét Nála is egy e, Esetlegesen egy pár ö, Hogy hívják ott ö, Mi az Egy-két egy, egy, Miniment futást látok benne Jó Koffi, kofi lókárder. Soha nem is volt több. mé mondjuk, mit esetleg volt Koffiban, uh, Szóval fogalmazunk úgy, hogy Koffi egy karrier mit A lókár is egyébként a mit az alja. Uh, ugye de Kofi kiváló Timbírkózó, a New Day az egyik legjobb mörszeller ever. Szóval egyébként szerintem koffi uh, nak ott te. Grimm miért lenne egyébként bajban? Egyébként, ha így lennének használva a main eventből egy csomóan, akkor nem lenne semmi baj. Ez egy tök egészséges piramis eddig, amit összeraktam. Szóval egyébként már mint egy adásra. A kettőre lehet, hogy kevés. Egy az egy tök egészséges piramis. Egyébként. Lacey. Lészivel bajba vagyok, mert megakadt a fejlődése. Lészében én láttam a main potenciált, már az NXT-ben is, és a főosztályon főleg, de aztán utána, amit csináltak, a Rick baromkodás, meg az, hogy ringben nem fejlődött, azt mondom, hogy Lacey-nek a mid card sajnos. Pedig vérzikélt a szívem, mert én szerintem én, nagyon, sokat láttam lacey és nagyon szerettem a, Southern Bell gimiket, de egyszerűen nem, nem, fejlődik tovább. Lindsay Doreado, ugyanaz a kategória. Kuka, semmi extra, maszkosként se semmi extra. Jó, na most jön megint a, a nagy közönség, kedvenc. Leave. Leave-nél nem tudom eldönteni, látom-e benne a, hogy hívják ott, a potenciált följebb, vagy nem a kárnál, vagy mint a ő Őszintén nem. In ringben nem olyan jó beszélni, nem olyan jól tud. Lókárnál szerintem följebb nincs. Madden. Dio Madden az az t vagy mész, vagy már nem tudom melyik a kettő közül. Ő benne sincs semmi extra. Nem hiszem, hogy ezt nagyon kéne fejteget, nem. A szőke csajszit segítsetek, hogy kicsoda, mert azt nem tudom ebből a képből megmondani. Mustafali, uh, Mustafa Ali. A szegény ember Seth Szegény ember Seth Rolinsza megy a lókádra. Semmi extra nincs szegény Aliban azon kívül, hogy ő egy lókáder. az Mendi! Ó! Oh. Mendi. Nagyon jó. Tényleg. Ebből a képből meg nem mondtam volna, mert kevéssé van kinn a cici -e. Azt szoktam meg, hogy több, több mell mutatás van Mendi-nél. Így kicsit kevésnek éreztem. Fú, ez de szexista volt. Uh, jó. -me. Mendi is egy jobber. pirkózni nem tud, beszélni nem tud, valetnek ő is jó. Annyival jobb, azért nem rugom ki, mert értékelhetőbb, mint Alissa. Vagy nem Alissa? Mi az? Ez egy. Iva. Jó. MVP. Neki is a menedzser tier kéne, mert ugye MVP se eh, eh, birkózó. Birkózóként MVP-ben már nincs semmi egyébként, de egyébként. Megy, megy Bobby mellé, az így akkor egyben van. Ez így egyben van, szóval MVP-t ne birkózóként kezeljétek, hanem mint Bobby Leslie menedzsere, így, így egyben, egyben vannak. King Nakamura, King Nakamura egy upper mid -carder. Nakamura át tudott menni a közönségnek egy egész jó szinten, ő továbbra is over, az zenéje is over, de több benne nincsen. Sőt, lerakom a mitkárra. Nekamurában nincs meg az, hogy fölrakjuk rá a fővet. Inkább egy mitkárdernek a mura. De annak tökéletes. És szerintem egyébként ő is. Ő is tökéletesen jól érzi magát ebben a szerepben. Legalábbis azt látom, Nekamura egyébként szerintem tök boldog. Ő tök jól Floridában, meg Hawaion, meg minden. Ö, igen, kett, én is ezt érzem Nekamuránál, hogy ő, ő, tök jól el van füvet fű, szívni, meg, meg szörfőzni. És hogy ő nem akar semmit, és hogy ő, 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 ő inkább a, a pénz, pénzért van itt. Natália! Nati egy érdekes dolog, mert ő egy, egy sarokkő. Szóval Nati az, akit nem raksz föl Mini eventbe, meg Apermitkárra, még az Apermitkár az olyan, hogy Nati a Jolly Joker, és tényleg a ragasztó. Szóval, ha azt mondtam, hogy Cezáró az, aki, aki a férfiban megcsinálja neked azt, hogy bárki jól néz ki, Hillben és fészben is ellenél, Nati a női Cezáró. Kiváló, in ringben bármit megcsinál neked a ringben, a kisújában van az egész in ring sziológia, Hillként is over tud lenni, fészként is over tud lenni. És, és Náti tényleg az, aki, aki szuper hasznos és szuper jó jön a Midcardon, és, és, ő egy kiváló asset Cezáróval együtt. Orton. Ortoni A potenciája miatt Orton megkapja a Main Inventor Superstar dolgot, eee, csak lusta, mint a szemét, és baszik birkózni, ezért a Main Eventer lenne. De a potenciája abszolút Main Eventer Superstar. Orton is, ha, ha van kedve birkózni, minden idők egyik legjobbja. Ha Ortonnak hosszabb távol lett volna kedve birkózni, minden idők legjobbja. De Ortonnak sincs mindig kedve birkózni. A potenciája abszolút a, a main event superstar, de nem nőtt fel a potenciája az olyan szempontból, hogy, hogy lusta volt. Kráj, nem. Ortonban több van. Ortonban sokkal több van. Ortonban a potenciál, kb. a legtöbb a Brock az hasonlítható Orton potenciálja. Orton bármit megcsinál neked a ringben, bárkivel, bármikor, ha van kedve birkózni. Az a baj, nem Green, hogy ő már x évvel ezelőtt is meg volt fáradva. Szóval Ortonnál nem ez a baj, hanem hogy ő már akkor is meg volt fáradva. Orton potenciálja még 41 évesen is. Ö, ott van. Szóval Orton nálam az a kategória. Csak olyan szempontból nem, ugye, hogy nem nőtt föl hozzá. A potenciálja abszolút ez. Így van, Warcry abszolút. Orton olyan, mint Lesztár, ha nincs kedve, nem jó. Ha van, akkor egy anti-John a wrestling isten. Így van, Warcry. Ezért van ott. Ort, orton potenciája... Na-na-na, nem vitatkozunk itt a fociról, nem azért vagyunk itt. Otis. Otis... Eh, Ott Otis tökéletesen tök, felel, eh, tök jó eh, a lowcardra mint Tekton Birkózó. A Alpha Academy cucc teljesen jó. Följebb nincs benne, lejjebb meg nem akarom rakni, mert az más szint. Miaim. Milyen a megy a jobber kategóriába. Mia még az NXT-ben sem eee, volt kiemelkedő. Szóval mi az, tipikusan az a kategória, akiben én nem látok semmit. Azon kívül kék a haja. Szóval ő, 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 ő az a kategória, akit tényleg 3-5 perces meccsben elversz. Reggie. Eee, Reggie is ugyanez a kategória. Atletikus, de semmi extra. Nincs benne semmi más, azon kívül. Beszélni sem tud. Igazán, karizmáján sincsen, törpe, minden. Ray Mysterio. Ray egy érdekes. Nem rúgtam ki miatt, igen. Jobber is kell, szóval őt nem rúgtam ki. Uh, Mysterio. Mysterio, nálam egy Apermit Carder. A legnagyobb latin sztárja a biznisznek, bármit megcsinál, amit akarsz, ö, még most is, pedig ö, szuper rosszak a térdei, meg minden. Ő tényleg az, amikor bármikor oda tudod rakni underdog fészként bármelyik Hill bajnoknak. Mysterio tökéletes upper de, de nem main eventer, és nem main event superstar. És egy merch machine. Igen, Edem Green, avval viszont egyetértek, hogy lehet, hogy nála is már inkább ugye a visszavonulás felé kéne kacsingatni. Avval egyetértek. De a potenciálja még így is az, hogy ő bármikor bedobható arra szintre, és hozni fog egy értelmes és jó meccset. Rea. Rea hatá... Reának a határa Benne megvan az, hogy main event szupersztár legyen. Ahogy kinéz, ahogy birkózik, ahogy promózik, minden. Attól még, hogy nekem pont személyesen nem jön be az a vonal, ahogy ő a testét alakítja, az most más kérdés. Reában minden megvan arra, hogy, hogy ugyanazon a szinten legyen, mint Charlotte meg Becky. Egy fucking superstar. Csak leraktuk a Tech Team amit nem értek. Szóval minden. Ha Rea magabiztos marad, és, és tudni fogja, hogy ő mennyire király, akkor simán azon a szinten van, mint Charlotte meg Becky. Jó. És 24 éves? Így van, Galovács úr, így van. 24 éves. Nem sokan vannak ezen a kár listán, akik ilyen fiatalok, fogalmazzunk úgy. Rikosé. Rikosé. Rikosé egy mitkárder. Mitkárd attrakció, Rikosé. Berakod, lebirkózza az est leglátványosabb, nem a legjobb meccsét, az est leglátványosabb meccsét, és jól néz ki közbe se följebb, se lejjebb. Karizma nincs annyi benne, hogy följebb kerüljön. Uh, viszont tényleg látványos és szórakoztató. Egy olyan mitkárt attrakció, amit bármikor használhatsz, és bármikor elő lehet húzni a kalapból. Uh, és ott a mitkárdon nála nem baj az, hogy ő kicsi. Mikor volt ennyire gyenge a Döbdi -döb roster? Balázs? Hát azért annyira nem mondanám gyengének a rostert, csak nem mindenki van jól használva. Uh, inkább azt mondom, hogy ilyen kevés, nagyon régen volt, mert uh, Riddle Riddle nálam mini-mente. Potenciálisan. Riddle-ben megvan minden ahhoz, hogy ő potenciálisan mini legyen uh, hosszabb távon. Kiváló uh, előadó, szórakoztató, rettentő, uh, szórakoztató. Én ringben megcsinál neked bármit, amit akar. És a potenciálja megvan ahhoz, hogy ő egy szórakoztató venter legyen hosszabb távon, mert az NXT-ben láttuk, hogy amikor ő agresszívabban birkózik, akkor az a karakter igenis egy venter. A potenciálja megvan, de majd meglátjuk, hogy ki jön-e. Ez egy nagyon fontos kérdés. Drew meg uh, Riddle Over tud lenni a közönségnél jövő, szerintem mindketten felmert majd a minimum szupersztárba. Péci, az egy kicsit sok, szerintem, de, de, na. Igen, nála is az a baj, hogy izé, uh, hogy 35 éves. Igen, az egy nagy baj. Ahogy Rúddal is az a baj, hogy ő is 46 éves, és ugyanaz vonatkozik rá, mint Zigglerre. Nincs benne már több. Följebb nem tudom elképzelni, lejjebb nem rakom, mert annál jobb birkózó tag team divízióban tökéletes Zigglerrel. Ő innen fog visszavonulni. Rea jelen, szegény jelenleg az olaid lévő Miro elsőkörös bukjára emlékeztet, az mindenkit szétszerne, de a backstage-ben meg azt mondják, hogy á, most inkább nem. Egy 8-10 évvel ezelőtti rúdot hova raknák? Gábor, egy 8-10 évvel ezelőtti rúdot ide? Ha, ha, ő 8-10 évvel fiatalabb lenne, rúd abszolút itt lenne. 36 éves Prime rúd abszolút ide. Ide megy. Igen, a következőt nem kell magyarázni. Roman fucking Reigns. Legnagyobb drója jelenleg a WWE-nek, a top sztárjuk. a minden király, amit csinál. Szerintem abszolút zseniális. Roman zseniális, és a legjobb dolog, amit a WWE csinál jelenleg. Na, szépen fogyunk. Másik viking megy a low Nincs benne több egyényleg, nem látok benne semmit. Trusz. Trusz, jobber, low card. Jobber vagy low card. Eh, Potenciálja low Mert Struth szórakoztató, ő is 46 éves, több már nincs benne, igen, igen, roman berakjuk ide. <laughs> roman berakjuk ide. Oké. Okay. Na most azért jönnek a jobb, jobb emberek. Igen, PC, uh, AJ azért nincs ott. Ha AJ tíz évvel fiatalabb, akkor AJ ott van fönt. Igen, azért nincs ott. Sasha. Sasha. Sasha potenciálja main event superstar. Ha nem picsog. És csinálja a dolgát akkor az egyik legjobb hill a női rosterem. De picsog, és a faszom ki van velem, mikor picsog. Szóval egyéb, de viszont ott van. És mellé ugye Sasha fiatal. Szóval sasha a potenciálja még kijöhet. Csinálunk majd ólelítet is. Igen, csinálunk ólelítet is. Majd. Most azért látszik, hogy a WWE ez nem a fiatalokat, nagy bajba lesz, hogy Szarosz de öreg, akik meghatározok jelenleg. Igen, 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 abszolút egyetértek, így van. Fogunk ólejtet is csinálni mindenképpen. Majd meg fogjuk csinálni azt is. Most, hogy elég ólejtet nézek, most már van fogalmam is arról, hogy, hogy, hogy mi. És Ártusz jövőre 50 éves lesz, Gergő. Az komoly. Az nem komoly. Gábor, ahhoz viszont impactet keveset nézek sajnos. Sasha potenciál superstar ha nem picsok, nem sérül le, nem forgat filmet, ha nem ez, ha nem az, ha nem amaz, nem mindegy, rúgjuk ki. az eléggé, eléggé vinsz. Vince Book lenne. Rollins! Rollins érdekes. Rollins potenciálja main event szuperztár. Abszolút. De! Rollins nem a superstarod, hanem a második számú embered. Rollins nem az lesz, aki a top dród, hanem Rollins, uh, Rollins, a Bret meg, meg, ezek a kategória. Szóval Rollins a number two guy. Uh, a potenciálja az itt van. Abszolút azt érzem de, de nem ő a, a Guy, hanem Romen a Guy, a második a set. Szóval jelenleg úgy néz ki nálam a lista, hogy Romen az egyes, ha set kihozza magával a potenciált, ő a kettes. A csajoknál meg nem tudom eldönteni, hogy hogy van, hogy Beki az egyes, vagy a Charlotte az egyes. Uh, Vorká, én Rollinsban rengeteg potenciált látok, és nem a mostani karakterből kell kiindulni. Ro Rollinsban sokkal több potenciált látok, uh, mint a fene. Rollins promója? De. Rollins olyan hitet generál neked bárhol, bármikor, uh, hogy az kész. Igen, Galováció, Rollins az ilyen szína a mögött. Igen, igen. Bár Roman most már uh, nagyon durva. Rollinsban megvan a potenciál Ne a mostaniból induljatok ki srácok Ne a messiásból, meg ne ebből Rollinsban megvan a potenciál, hogy main event euh, Sénya A permit Ő is 40 éves Lassan Ha nem, le nem fiatalabb lenne pár évvel Main eventer. Volszeg vorkáj abban, mert Drew elvesztette nálam a bizalmat elég, eléggé most. Most eléggé. Fogalmazzunk úgy. Na, Sényáról beszéljünk, mert ő, ő, ő nála tartunk. 40 éves lassan ő is. Egyébként, ha fiatalabb lenne, simán mini eventer, szupersztár egyébként bármikor, de így csak az upper kárdom látom benne a potenciált. Az NXT futása kiváló volt egyébként. Bálint szerintem nem fogják uh, rollinsra rakni az övet. Még akkor se az lesz a fűd. E, igen, páran hiányoznak a listáról, de hát az most nem olyan gáz szerintem, Gábor. Shelton, 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 Shelton egy jó kis lowcarder. Ő is a tech-team tökéletes, 44 éves, vagy mennyi, már jól emlékszem, Shelton. Ő is azért, és főleg már nincs bele potenciál. Neki egyébként a, a, a topban sem volt ennél több. Szóval a, a Prime-ban lévő Shelton Benjamin ismitkárder volt. Ö, szóval, na. Nem tudom, Golváz egy nincs itt a listám. Soci? Soci egy jobber. Én nem látok Sociban semmit. Éringben semmi extra, promóban semmi extra, azzal, hogy gurigázunk hátul a tankkal, az semmi, semmi extra. Jó. Ez ki? <laughs> ki, ki a maszkos kolléga? A, tudom, hogy a retribution volt a tagja, de hogy az ki, azt nem tudom. Slapjack, oké, okay, de az ki? Shane Torn. Shane az Shane egy jobber. Ezt arra emlékszem, Shane Tornra emlékszem, ő egy jobber. Ha már akkor befejezzük a retribution akkor Diákovicsban van midcard potenciál. Diákovicsban van. Csak ő is felejtsen a, a cruiserweight birkót, hanem ő is legyen nagy ember, mert nagy. PC, uh, lemaradtál az elejéről. A lista lényege az, hogy az, nem az aktuális dolgokat nézzük, hanem az unblock potenciált. Szóval az unblock potenciálban szerintem drew kisebb az upside -ja, mint rollins -nak. Bár Rollins is inkább Manny Venter nálam, mint Manny Venter superstar, de itt valahol a vonalon ül kb. Rollins. Rollins följebb van nálam, mint Drew. Uh, Ford és ne, nem jutott szembe a másik Prime, mi az? Prime, nem Prime Time Players? Nem, milyen, mi ez? Street Profits. Másik Street profits as kolléga, ő egy low carder, Montezben meg megvan az upper mid a potenciál. Montez atletikus, szórakoztató, nála egy baj van, hogy ő is izé, ugye az a vékony testalkatú, ha, ha ő ő benne megvan az upper mid szerintem a potenciál, Köszönöm Gábor, dawkins nincs. Dawkins egy low eh, Bailey. Bailey is egy main event eh, Nem. Bailey inkább csak a main event. Eh, nem látom Bailey-ben azt a kiemelkedést, amit mondjuk sasha Sárlottban és bekiben, Meg Béli egy kiváló méni hill Hillben és Faceben is egyébként szerintem, mert a Baby Face karakter kiváló volt az nxt de, de azt nem látom, hogy ők olyan kiemelkedő lenne, mint ö, ö, hogy hívják? Attila szerintem a legalultékeltebb női birkózó az kérlek szépen Natálja. Ilyen szempontból. Tamina. Tamina. Magyaráznom kell, hogy Taminát miért rúgnám ki? Vonuljon vissza. 40 plusz, mozogni nem tud, semmi upside nincs benne. Tamina vonuljon vissza a francba. Míz. Míz. egy mini Gergő, nem tudom, pár név lemaradt a listáról, de azért nem olyan nagy dolgok, majd max máskor. Main event eleje, igen, igen, main event eleje. Itt, itt, mondjuk a lista nem, nem, nem izéban van a lista, szóval abszolút nem sorrendben van a lista. Miz main, miért main Míz -er? Miz bármikor ö, over tud neked lenni bárhol. Fölrakta az ic övet bármikor a topra, a Miznek adtok egy, azt egy értelmes futást, az nem lesz szar. Mert hitet bármikor tud neked bárhol bárki generálni szóval kett, nem néz ki Miz abszolút nem néz ki úgy mint egy gyerek, az más, hogy nem néz ki úgy, mint egy félisten, mint Drew de azért Miz Biz euh, ne, nem néz ki szarul, szóval azért Miz a WWE main eventereihez képes néz ki gyengébbnek, de Miznek szerintem a fizikai adottságai genetikailag nincs meg hozzá az, hogy ő jönné jobban nézzen ki. De például a kis emberekhez képest Miz kurva jól néz ki? Na, pont ez a lista mutatja meg igazán, hogy Miz ezekkel a Morrison bóckodáson mennyire rosszul van kezelve, közben ő is egy médiasztár évek óta, lásd, most is táncik el. Igen, abszolút József, egyetértek. Miz egy méni eventer, és nem értem, hogy a Bidobi miért nem abban használja. Évek óta nem inkább upper mid kár néha, de, de abszolút. mi Míz, abszolút itt van a helye. Tozava egy jobber. Kész. Avval szerintem mindenki egyetért. Woods megy kofi mellé a low mert abszolút nincs benne potenciál. Woodsban van a, a a legkevesebb a New Day hármasából, szerintem. Egyébként egyéni bir birkózóban is, promóban is, mindenhoz. Szemi. Szemi egy lókárder. Eh, inkább mit carder. Sammy egy jó mit Egy fokmérő, akit bárkivel összeraksz, Uh, és bárhol, bárkivel mirkózik egy jó meccset, most a karakter is egyben van, de neki is kifelé áll a lúdja, mint, mint Owensnek. De a, a potenciálja abszolút egy mid-carder szintjén van. Mrs. Black, az az ugye Zelina, Zelina is egy lókárder. Én többet nem látok, uh, többet nem látok benne, hogy uh, hogy ő, ő főjebb lenne annál, hogy ő egy legyen. Nagyon pici, nagyon nem hihető, ő itt van. Na srácok, szóval ez a lista. Elmondtam kb. mindenkivel, hogy egyébként ki hol van. Ha így rálézünk egyébként a rossz tere, egyébként annyira nem rossz a helyzet. Szóval a, a, a rombuszunk egyébként egész jól látszik, Uh, cross és egyet hova lenném? cross az Upper Mid kártba, ha összeáll, Edge pedig Main Event Superstar. Még, még most is. Szóval Edge abszolút az. Edge lebírkózta Romennel az, az év egyik legjobb meccsét, kétszer. Uh, meg Settel is az év meccsét konkrétan. A fiúgyjuk szerintem Edge az év fiúgya lesz. Szett, uh, Abszolút, abszolút. <laughs> Balázs az jó, rossz az impact, -be. igen, kb. oda egyébként. Szóval ha megnézzük egyébként, a rombusz abszolút megvan, szóval az gyönyörűen uh, kijön. Csak kett, ahogy mondod, ez egy, ez egy adásra elegendő. Bár mondjuk, ha elfelezzük, az, az a baj, hogy, 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 akkor meg kevés. Szóval tényleg, hogy, hogy ez pont az, ami egy adásra már sok, Uh, mert olyan 4-8 eventert mondanék, ami jó egy egyadásra, már mint egy egy egyadásra, de ez már sok, szóval így már sok. Kettőre viszont nincs elég, szóval absz abszolút nincs, nincs elég kettőre ilyen szempontból, de de abszolút. Meg a legnagyobb baj az, Adam uh, Green, hogy a há felső három sorból két ember van komolyan 30 év alatt. Uh, hogy hívják? Austin és Rea. Mindenki más 30 fölött van. Vagy 30 pont. Ez a legnagyobb baj. Meg Lexa még, talán aki 28-ig emlékszem, de abban nem vagyok biztos. Szóval, hogy hogy ez a legnagyobb baj, hogy a potenciális minimenterek és a ménimenterek között nincs fiatal sztárja a B -B -B És a rossz teren is kb. Austin a legfiatalabb szerintem most jelenleg. Vagy meg Dominik, de hát Dominik az... Eh. A 30. Hát jó, az még oké, okay, az út rendben van. Bár Lexa is bármikor elmehet szülni, mert ugye éppen készülnek a házasságra a párjával. Szóval Lexa is bármikor mehet szülni. Szóval az sem éppen életbiztosítás. Meg Bianca is bármikor gondolhatja, úgy mondta ezzel, hogy akarnak még egy gyereket. Szóval az sem éppen az életbiztosítás itt, itt, itt. Szóval, ja, ez, ez a legnagyobb baj a hogy, hogy két adásra nem, nem, elég, de, de egyre meg sok. Szóval valahol itt a no Man's vagyunk pont, ami baj. Szerintem. De, na. strowman és wyatt -et. Gábor, nem a teljesítmény volt a lényeg, hanem a potenciál. wyatt -nál a main superstar. Minden téren. Még a, 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 findes faszoskodás ellenére is. Strowman pedig egy main mentor. -er. Abszolút. Azt képzeld el, az és Andrade felcsinálja a wwe Eh, az már háboros bűn, ilyen esetben. Na, Galovácz úr be fogja rakni nektek ugyanezt a listát a klubos topikba. Rendben van, Galovácz ha meg kellek. És mindenki megcsinálja a sajátját, és ö, ugye aztán be lehet ö, rakni. Presentation mód, az mit tudott volna? Ó, tudott volna ilyet is. Oké, okay. nem mindegy igazából tök mindegy, hogy most fehér háttérrel csináltuk meg, vagy vagy fehér, Szóval ilyen szempontból tök mindegy, hogy melyikkel. Voltert? Uh, Volter Walter, main event superstar. Kész. Volter nagyon jó. Eszkobárt nagyon plegykálják, hova? Upper mit card. Oké, okay, rak be egyet, egyet rak be még. Jó, és akkor utána a, a Fire kikukázta. Hm, érdekes nem baj. <laughs> Visszarakjuk a fájördöket, szóval ez, 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 a, ez a mai dolog. Blaze kérdés, akkor egy gyerek között WWE az OLED-be igazol, majd ehén az ideje. <laughs> ez egy jó kérdés. Na, srácok, akkor ez, ez volt az én ö, véleményem arról, hogy kiben mennyi potenciál van. Szerintem azért tényleg ö, Egyébként meglepően tényleg jó a WWE deb listája ilyen szempontból, ha a kort nem nézzük, mert a létszám egyébként jó, a rombusz alak kijön egyébként a listából, hogy a kártya aljának kell egy kicsit vastagabbnak lenni, meg a tetejének. E és még a rendszernek sem kellnek szegények. Igen, 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 szóval. Szóval egyébként érz, tök jó egyébként, ez a roster, ez a roster nem gyenge. Szóval aki azt mondja, hogy ez a roster gyenge, nyers potenciálban ez a roster erős. Nagyon. Szóval az, hogy van nyolc darab ö, megastár a rosteren, hát olyan nem gyakran volt a WWE történetében. Azért sokat segít, hogy most már a női birkózást is a helyén kezeljük. És az, hogy mellé van még kilenc darab potenciális minimenterünk, azért az erős. Az, hogy a WWE nem ö, jól bukolja, az más kérdés. De ott nem is kell, mert, mert a lókárra ezt kell. De majd erről fogok nektek beszélni a Wrestling school a következő pár rész között, amit meg akarok írni. Bennem van a Wrestling rendszere is, ami ugye gyakorlatilag ez. Szóval erről fogok majd nektek abban a részben beszélni, eljutunk oda, hogy fölvennénk. De abszolút. Abszolút. Hmm, szerintem működőképes ilyen szempontból. Ha itt mindenki jól lenne kezelve, akkor nem lenne, miről beszélünk. Abszolút József. Szóval egyetértek. Ha itt mindenkit úgy kezelne a WWE, hogy itt a helyén euh, legyen, akkor ez egy, egy, nagyon jó roster lenne. És ebből nagyon jó adásokat lehetne kihozni, a mindenki jól lenne euh, a helyén kezelni, vagy mindenki a helyén lenne kezelve, és mindenki működne. Na, Warcry még nem beszélünk az Escape the Undertaker Netflix-es tudszról, mert még nem néztem meg, mert nem volt még rá időm a hétvégén, de amint megnézem, mindenképpen fogunk róla beszélni. Meg a Seth Rollins-os is fogunk jövő héten beszélni, viszont ide kicsit megcsúszott a stream, így ma már nem fogunk másról besz beszélni. Szóval, uh, annyi van még, srácok, hogy én ma elköszönök. Uh, Szóval nagyon örülök, hogy itt velem tartottatok erre, erre a kis elemzésre, amit már ígértem nektek pár hete. Meg fogjuk csinálni majd mindenképpen hosszabb távon az ólelites rossz teren is, hogy ki, micsoda és hogy, mert szerintem abszolút az is érdekes lenne, és hasznos lenne mindenki számára szerintem, hogy, hogy kicsit helyén tudja kezelni a bizniszt, és helyén kezelje, tudja kezelni a birkózókat. A szokásost kérem mindenkit, aki még nem tette meg, szóval iratkozzon fel a csatornára az újabb videónkért, és most tényleg be fog indulni minden, és jönni fog a tartalom dögivel, mert nagyon sok minden tervezve van, és föl fogunk venni nagyon sok mindent. És ha már egy ideje nézel minket, és szeretsz minket, és minden, akkor nyugodtan támogass minket, nagyon megköszönnénk, és nagyon sokat jelentene a podcasthez, hiszen abból fejlődünk, hogy támogattok minket, ezt megtehetitek a Patreonunkon, és bekerültek akkor a leírásba minden egyes videónál, vagy küldhettek nekünk egyszeri tippet a Stream Elements és a Stream a rendszerén keresztül is. Megkövesetek minket Facebookon és Instagramon, mert ott ugye minden információ mindig kiderül a legfrissebb dolgokról. És ha tényleg mondjuk állandó interakciót akartok velünk, velem is, meg a doktorral is, meg a klub többi tagjával, akkor csatlakozzatok a Szorító Klubhoz, Öh, mert ugye ott folyamatosan beszélgetünk a Discordon, tényleg mindenről, akár a birkózás kapcsán bármiről szóba jöhet, tényleg van szó, akár a wwe az OLIT-ről, az impact is, a HCV-ről, mindenről, ami csak létezik, még New szekciónk is van, de lehet optopikról van gasztronómia topikunk, van sporttopikunk, van könyvek, van filmünk, mindenféle topikunk. Ha magányos vagy, és beszélgetnél akár a birkorról, akár másról nagyon szívesen látunk a közösségben. És akkor hétfőn találkozunk legközelebb, srácok, azaz holnap este, mégpedig visszatér a Total Extreme Wrestling 2020, mégpedig megtaláltam a Monday Night Vóros mentésünket, szóval hétfő esti háborút fogunk játszani holnap este itt a Youtube-on. 7 órától, mégpedig Erik Bischoff bőrében fogunk bújni, és harcra kelünk a 90-es évek WWF-ével, és megpróbáljuk legyőzni a Titánt. Addig is, amikor még ha nincs is itt, és éppen meccset néz, bízzatok a doktorban és a daktorban. Én is csak semmi pánik, srácok. And the wrestling is some. Sziasztok! Köszönjük, hogy megnézted a videót! Hagyj egy kommentet, meg egy lájkot, és iratkozz fel a YouTube csatornánkra! Ha néznél még egy kis szorítót, itt találd a sorozat lejátszási listáját, valamint a legújabb videó. Az élő adásainkért kövess minket Twitchen, támogass minket Patreonon, valamint csatlakozz a Szorítóklubhoz a Discord szerverünkön. Minden linket megtalálsz a videó leírásában.